Sziasztok! A Séfarácsony grillverseny kötelező, idézőjelbe kötelező feladata lesz, amit most megmutatok. Ez azért van idézőjelben, mert mindenki egy picit azért beleteheti az ő saját kreativitását, de valami ehhez nagyon hasonlót kell majd készíteni. Egy nagyon egyszerű hátszínétel, amit azért gondoltam ki most erre az alkalomra, mert sokszor alapanyag problémák vannak. Tehát ez egy szép hátszín, viszont nem eléggé zsíros, nem eléggé márványozott, ezért, hogyha sima steaket szeretnénk belőle készíteni, akkor gyakran előfordulhat, hogy esetleg nem lesz elég szaftos, nem lesz elég puha. Tehát az igazi steak alapanyag azért az nehezen beszerezhető. Ez pedig egy olyan egyébként tényleg szép darab hús, amit azért mindenki elér, és hogyha hátszint vagy steakhez hasonló dolgot szeretne, akkor egy pici trükkel ebből is jó ételt készíthet. Hátszint vastag szeletekre vágom, és itt most még úgy néz ki, mintha egy ilyen hagyományos steakre készülnék, tehát egy ilyen jó 2-3 centi vastag hátszínből azért elég klassz steaket lehet sütni, viszont akkor, hogy az előbb mondtam, ez nem eléggé zsíros, akkor azért könnyen megüthetjük a bokánkat. Ilyenkor jön az a, hogy mondjam, kellemesen tahó módszer, hogy a húst azt kiklofolom. Tehát ezeket a rostokat, ami ugye kicsit csinyán van zsírra, ezeket egy picit szétnyomkodom azáltal, hogy kiklofolom, tehát most jön egy ilyen gorombább rész, a rostoknak a puhítása. Az, hogy nem eléggé zsíros, azt még egy dologgal tudjuk tuningolni, és ez ízben is egyébként nagyon sokat hozzátesz. Jó minőségű, szeletelt szalonna, ezt úgy szokták hívni, hogy bacon szalonna, ez a fura neve, amikor mondják, tudod, kétszer egymás után ugyanazt. Ezért, mert hogy szalonna is van benne, ami eleve sóval szokott készülni, ezért már óvatosan bánok a sóval, tehát nem teszek sokat rá, mert nem akarom, hogy túlságosan sós legyen, egy picit megsózom. Kerül rá egy kis fekete bors. Nagyon-nagyon egyszerű szárított oregano, tehát tökéletesen megteszi a szárított oregano, senki ne használjon hozzá friss oregánót, mert teljesen fölösleges, annak is ugye más íze van. Na és akkor ezt az egészet egyszerűen föltekerem. Tehát ebből csinálok egy olyan tekercset, ami körülbelül így néz ki. Ezeket a szeleteket felszeletelem, illetve a tekercset, bocsánat, és akkor ezeket a szeleteket fogom egymás mellé fölhúzogatni egy fapálcikára. Ugye a fapálcikánál mindig az a trükk, hogy be kell áztatni egy kicsit vízbe, mert hogyha nem vizes, akkor könnyedén megég. Elkészült 4 ilyen kis csinos nyársacska, úgyhogy a grill pedig elő van melegítve. Nagyon fontos akkor, hogyha steaket sütünk, hogy a rács az nagyon-nagyon meleg legyen. Ugye többféle steaksütési módszer is van. A legelterjedtebb, illetve a leginkább közkedvelt az, hogy nagyon intenzív hőre indítva a sütést, kívülről adunk egy ilyen komoly pirult, sült réteget a húsnak. A lényeg az, hogy a hús vastagságához kell igazítani a sütési időt, és természetesen a magas hőmérséklet, amire ilyenkor ráteszem a rácsra, az nagyon segít abban, hogy kívülről kapjon a hús egy ilyen komoly hősokkot, és ennek a hősoknak a következtében el is kezd melegedni. De hát a belső része egy vastag szelet húsnak az mindig hideg, és amikor levesszük egy picit pihenni erről a nagyon-nagyon intenzív hőről, akkor az a külső sok, az a külső meleg, az elkezd a közepe fele vándorolni, és szépen melegíti a belső részét. És amikor nagyon vastag a húsunk, akkor ezt a folyamatot, hogy először pirítás, utána pedig pihentetés, ezt többször meg kell csinálni. Amikor nem túl vastag a steak, akkor természetesen mondjuk egy sütéssel, egy pihentetéssel és még egy sütéssel készre lehet sütni a húst. Valami pici köretet azért illik mellé tenni, természetesen krumpli, rizs, kenyér, valamilyen szénhidrát az jó tud lenni, de én most csak egy pici salátára gondoltam, amihez egy nagyon egyszerű öntetet fogok készíteni. Ehhez a keverőtálba teszek egy kanál
mustárt, méghozzá jó kis dijoni mustárt. A dijoni mustárhoz öntök egy pici almaecetet, teszek bele egy kicsi olívaolajat, ami azért egy picit több, mint az ecet. Teszek bele az előbb említett fekete borsból, és van itt egy kis fűszerkeverékem, egy saját készítési fűszerkeverék, de ezt mindenkinek az ízlésére bízom, hogy beleteszi-e, vagy ehhez hasonló tesz. Lényeg az, hogy ez a barbecue fűszerkeverék, ez úgy áll össze, hogy körülbelül az 50%-a az cukor, és nekem most kimondottan erre az édességre van szükségem ehhez a salátaöntethez. Természetesen van benne egy pici só is, úgyhogy egészen kevés sót teszek hozzá. És gyakorlatilag ennyi az egész. Közben a húsról is csak kicsit feledkezem meg, hogyha az egyik oldala megpirult, akkor jöhet a fordítás, amit az előbb említettem. A salátához vágok egy icipici lilahagymát, és ezt is úgy, hogy ilyen hajszálvékony szeleteket vagdosok belőle. Nem is szelet ez igazából, hanem cikk, tehát egy olyan cikket, amit utána így klasszul szét lehet bontogatni. Ezen kívül ilyen kis zöld salátalevelek vannak itt a tálkába. Ehhez teszek hozzá az előbb elkészített mártásból. Már jöhet is a hús. Ugye étvágytól függ, hogy ebből a nyársból egy vagy kettő ajánlott, hát én a nagyobb étvágyúak közé tartozom, ez látszik is, úgyhogy kettőt teszek rá. Jó főzőcskézést, és természetesen jó étvágyat kívánok mindenkinek!